Mic on. Most már lesz hang. Szevasztok! Most már van hang, ugye? Ja, jó, igen, lesz hang, ahogy érzem. Zsír. Tök jó, hogy dumálok, és elfelejtek hangot berakni. Na, szóval éppen azt magyaráztam, hogy csinálunk-e Valky Roomra tesztet, és a lényege az lenne, hogy tovább bírja-e, mint rendes modokkal. Nekem van egy olyan érzésem, hogy nem feltétlenül fogja. Utána egy Rhino tesztre fogunk rámenni, amelynek szintén megpróbálom egy bizonyos módot kihozni belőle. Szóval mostanában az a célom, hogy ha már Umbra Warframe-eket csinálok, akkor lássuk úgy, hogy megéri és meddig lehet elnyúzni az egész dolgot úgy, hogy primary fegyverekkel menjél. Tehát ne kelljen feltétlenül a... Szia Gamer Bence, kösz, hogy feliratkoztál. Szóval ne kelljen úgy elmenni, hogy teljesen egy idő után csak a kardodra támaszkodsz, hanem a fegyvereid nekem is még tovább használt fel. De mit is? Milyen kardot is akartam én vinni vele? Volnust, igen. Nagyon durva ez a skin, ami kijött a Nidussal, meg a kutyával. Hát, bitch, please. Komolyan mondom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon beteg. Kurva jól néz ki. Umbra. Guardian ott van, egy Strike ott van. A Fortunát nagyon várom, és olvastátok, hogy... Vagy olvastátok, hogy néztétek a Dev Streamet, a 113-at? Nagyon-nagyon-nagyon durvának néz ki a Railjack, és azt mondják, hogy a Railjack nem csak egy játékmód lesz, hanem egy ilyen egész rendszer, mondjuk, mint a Fortuna vagy a Plains of Eldalon, és több játékmód lesz ebben a rendszerben, tehát úgy lesz kitalálva. Ugye lehet négyen nyomatni, de szólóba is lehet menni, és akkor lehet ilyen, hogy is mondjam, nem tudom, ilyen perkeket feloldani. Na, itt van Bor. Lehet ilyen perkeket feloldani. Ne menj el a kurva nyed. Ja, jó, már meghalt. Perkeket feloldani, és akkor Ordis lesz a segítséged a hajóra. Ami elég izgalmasnak látszik, azért felvet némi kérdés számomra. Mennyit kell farmolni ezeket a perkeket? A kettő az, hogy klán szinten mennyit kell majd farmolni, és van egy olyan érzésem, hogy a hajót az klán szintre fogják farmolni. Micsoda, Mari? A Plague Event? Hát ugye az végülis nem olyan rég volt, és jelenleg ugye van ez az a tactical alert, úgyhogy szerintem most egy darabig kus lesz a Plague Event. De olyan 3 havonta hozzák kávé? Úgy tűnt fel, nem? Nem vagyok benne biztos. Plague Event. Ha van olyan most jelenleg, aki nézi ezt a livestreamet és jelentkezett hozzánk a klánba, de még nem fogadta el, akkor az most fogadja el. Mivel, hogy hamarosan azok, akik várólistán vagyunk, ki kell, hogy rakjuk őket, mert nem férünk el a jelentkezésektől. És van ott egy pár ember, aki még nem fogadta el a jelentkezést. És... csak foglalja helyet azok elől, akik jönnének. Majd olyan... 40-48. percnél lesz ki, baszott Unifier-ek. Nem vagy. Igen, én azt tudom, hogy zölden világít, de szerinted ezt így észreveszed a csata hevében, mikor arra figyelsz, hogy az életed ne menjen le. Szóval nem világíthatnak olyan zölden, annyira azért nem, tehát világít, látszik, de nem annyira izé, hogy helyből észrevegyem. Inkább abból észreveszem, hogy már tudom, hogy a kard már rég ki kellett volna nyírni ezt az adott mobot, és még mindig üti. Azért már úgy megvan egy, hogy is mondjam, egy ilyen beállt reflex erre, hogy észreveszem, hogy mostanra már halottnak kellett volna lennie, de nem halott, és akkor feltűnik, hogy valami gyanús. Anyád a csapkodj a földbe. Figyelj, láthatatlan vagyok. Azt a kurva, mi van itt?
Hát ez ilyen extrákat nem vártam volna előtte a kutyától. Még hogy láthatatlanná tesz, amikor rám lőnek. Fú. Megölte az Ancient Healert, ami itt volt. Anyád, micsoda! Luxus! Na, kinek van még egy ilyen Lotus Hurasza? Nem hiába neveztem el. Ja, a sorsolás mikor lesz? Hát Bálint. Úgy döntöttem, hogy sorsolást elhalasztom, csak nagyot trollkodtam, hogy tudjátok, minél több néző legyen. Ja, igen, Hunman, kisorsolhatok egy Prime Access Packet. És megoszthatom a drága jó közönségemmel, aki persze nem azért van itt, hogy egy Prime Access Packot kapjon, legalábbis a Volt Access Packra gondolok, ami most jött, ugye a Nyx, illetve a Reno. nem azért, igen, Bálint, te tudom, hogy azért jöttél. Ne bántsd a kutyámat, te szuka! A szuka! Azt láttátok? Egy pillanat előtt eltűnt a fél élet, hát mi a fasz? Az beszarás! A kutyám eddig bírta, 6 formával. Meg tudjátok, miért jó még mondjuk az Umbra? Mert a régi Warkill Beer-nél az effektivitás az 70%-on volt, de ennél 100%-on, szóval képességek elkapcsolása szinte sokkal jobban megéri. Oda nézd, bazdmeg, egy pillanat alatt, gec, nagyon durva, és leölni sem tudod őket, mert ott van a tetves izé. Ancient Healer, és persze beállnak elé, hogy nehogy azt tud levágni első, nehogy egy jó napod le... Mi a fasz, én nem hal meg? Ja, ott van a fal mögött van egy Ancient Healer, bazd meg! Összefosom magam! Nézd oda, gec baszki! A fal mögött, bazd meg, és... Ja, tőlünk elvették a képességet, hogy átultizgassunk a falakon, de azért az éjszentéle annak megy. A kurva, elnök. Ma van a szüli napja, oké, várjál. Ma van a srácnak. Ne! Bazd meg, ezt képelni akartam, mi van? Ezt a szöveget! Öcsém! Hát, Jézus Mária! Pörd! Ja, várjál már! Azt a kurva! Insta halál! Mennyi revive-on volt? Valaki mondja már meg, mert akkor nem... Na, nem a life support-tól fogyunk. Hát, 4 élet, 50 perc. Relatíve azért figyeltem, tehát nem is az volt, hogy nagyon figyelmetlen voltam. Én azt mondom igazából, hogy jó a Valkyr, az Umbra változat, de szerintem, ja és ugye ulti nélkül, hát azért az ultit bekapcsolhattam volna, de szerintem nem éri meg. Agyon formázni, hogy csak kihozza, bár a Valkyrt így is agyon formáz az ember, de szerintem nem éri meg, hogy Umbra Valkyrt csináljunk. Így is erős, úgy is erős, és igazából szerintem így különbség nem nagyon van. Szóval, hogyha ezzel a build-el valószínűleg egy normál survivor sokkal, de sokkal tovább el lehet menni. De... De... Szerintem nem kifejezetten éri meg megépíteni, hogy őszinte legyen. Ötvenhárom, szóval nincs ott